Sziasztok, srácok! Ezt az is, amit hallani fogtok hang, az már ezzel a fülessel készült, azaz ennek a mikrofonjával rögzített. Maga a fülesnek a doboza nagyon prémium, nagyon látszik az, hogy ebbe van anyag. Illetve belül van még egy doboz, ami egyszerűen rohadt jól néz ki, ez a piros szín neki. Tudjátok, én nagyon szeretem a piros, de nagyon szép. Meg az a masszív, ami hát ebbe is a anyag. A dobozon belül ugye vannak ezek a védő cuccok, ezek a, nem is tudom, ezek a puha ilyen szivacsok, nagyon jó. Illetve ami még nagyon előnyös, hogy a mikrofont azt le tudjuk szedni, meg fel tudjuk tenni, magyarul ilyen, ez is ilyen jackolosszóval be lehet dugni a fülesbe. És például aki nem akarja használni, az kihúzza és egyszerűen ennyi. Kettő darab plusz fülpárna. Találhatunk benne egy ilyen tartót, amit ha esetleg vinni akarjuk valahol a fülest, akkor abba beletehetjük. A kábel az nagyon hosszú. A füles az nagyon strapabíró és nagyon kényelmes. Körülbelül 3 órája használom, de nem fáj tőle a fejem, sőt, a fejemre nagyon illeszkedik, és amit mögöttem mondanak, azt nem nagyon hallom, és magamat sem nagyon hallom vissza. Egy 7.1-es hangkártyát, vagy nem is tudom, ez minek mondható. Ezen a dolgon tudjuk külön állítani a fülesnek a hangerét, meg a mikrofonnak, és a 7.1-et ezen tudjuk bekapcsolni. Szóval nagyon megért ez a füles idáig, remélem nem fog benne csalódni, és hát akkor a végén majd berakok pár közeli felvételt is, hogy megnézzük azért, hogyan is néz ki